Magyarországon jártam, részben megerősíteni a pozitív kétoldalú kapcsolatokat Magyarországgal, de ugyanakkor közelebbről megvizsgálni a helyzetet, hogy miért Magyarország az első számú forrása a Kanadában beadott menekültügyi kérelmeknek. A világszerte magyar állampolgárok által beadott menekült kérelmek 98%-a Kanadában lehet beadva és ezeknek a 95%-a alaptalan volt, amelytől önszántukból elálltak, visszavonták, hogy ellettek utasítva a menekültügyi bizottság által. Ezért szerettem volna jobban megérteni, mi okozza ezt. Találkoztam Balogh Zoltán miniszterrel, aki a roma közösségekért és integrációjukért felelős miniszter. Találkoztam a külügyminiszterrel, a belügyminiszterrel, a kisebbségi roma önkormányzat vezetőjével, társadalmi szervezetekkel, akik a roma közösség integrációjával foglalkoznak. Elmentem Miskolcra, meglátogattam egy romák által lakott falvat, megnéztem az iskolát, találkoztam a helyvezetőkkel, mert ez az a terület, ahonnan a menekültek 40%-a érkezik. Pontosan akarom közvetíteni aggodalmunkat a magyar kormány felé, a szélsőséges erők terjedését illetően, valamint a magyar gárda és a jobbik miatt. Mi azt gondoljuk, a gyűlölet kifejezésre lett juttatva ezen szervezetek által, a sebezhető kisebbségi csoportok felé, mint például a roma és a zsidó közösség, ami elfogadhatatlan. Ezt akarjuk közvetíteni. Ösztönözni szeretnénk a magyar kormányt, tegyen további lépéseket a romák beilleszkedését illetően, amiről tudjuk, hogy egy nagyon-nagyon bonyolult dolog, ugyanúgy, mint az őslakosok helyzete Kanadában. Szeretnénk közvetíteni azt a tényt, hogy hamarosan bevezetünk egy új, sokkal gyorsabb menekültügyi rendszert, amely arra lesz hivatott, hogy elriassza azokat, akik hamis menekült kérelmet adnak be Kanadában. Tudjuk, a magyar állampolgároknak szabad mozgásukon az Európai Unió 26 tagállamában, ezért én őszintén megmondom, problémásnak találtam, hogy ők mégis Kanadában adnak be menekült kérelmet. Ezekről a dolgokról folytattunk megbeszéléseket.